Szentmisét tartottak a gimnázium végzőseinek Újfehértón. A hagyományokhoz híven a Szent István gimnázium szalagavató ünnepsége a római katolikus templomban kezdődött. Itt elhangzott, az iskolai ünnepségek sorában előkelő helyet foglal el a végzősök bája, amely a gimnázium mellett az egész gyülekezet számára fontos. Ezek a diákok az elmúlt mintegy 3,5 évben ebbe a templomba jártak majdnem minden hétfőn, ilyen iskolai áhítatra, szentmisére, és hát akkor, amikor az ő szalagavatójukat ünnepeljük, akkor az bizonyos szempontból az egyházközségnek is ünnepe, és közöttük vannak római katolikusok, görög katolikusok, reformátusok, tehát tulajdonképpen nem csak a mi egyházközségünknek, hanem az itt élő, Újfehértón élő katolikus, keresztény, keresztjén testvéreknek és gyülekezeteknek is ünnepe bizonyos szempontból, hogy az ő híveik, az ő diákjaik immár eljutottak a szalagavatónak a szép eseményéig. A pedagógusok hangsúlyozzák, a diákok eredményessége nem csak egyéni munkájuktól, hanem az iskola és a családok kapcsolatának minőségétől is függ. Ez nálunk a tanév legnagyobb eseménye, aminek a sikeres lebonyolításához nem csak a diákok, hanem a szülők és a tantestület segítségére is szükségünk van. Ez a fénypontja ennek a tanévnek ebben az évben is, amire nagyon készültünk mindannyian. A szalagavató bált a Zajti Ferenc Kulturális Intézmény színház termében tartották, ahol az ünnepi beszédek után 31 tanulónak tűzték fel az iskolához tartozás jelképét, a szalagot, amely az eddigi munkát és a még soron következő megmérettetéseket is szimbolizálja. A tanulóinkkal már 3 éve készülünk erre a nemes eseményre, ez egy mérföldkő az iskolának, illetve a diákoknak, nem csak ugye a diákoknak, hanem a tanároknak is. Igazából majd az ezek után lévő megpróbáltatás lesz, ami felteszi a koronát a 4 évre, úgyhogy nagyon várjuk még ezt a elkövetkezendő időszakot is, hogy sikeresen érettségi vizsgát tudjanak tenni a diákok. Az ünnepség hivatalos részét követően a végzősök mutatták be műsoraikat. A bálteremmé változott színpadon a diákok eltáncolták a bécsi keringőt. Nagyon vártuk a szalagavatót, sokat próbáltunk, és szinte minden nap gyakoroltunk, hogy tökéletes legyen a műsor. A szalagavatót követően az utolsó gimnáziumi megmérettetésre készülnek a diákok, amely jövő május 8-án kezdődik a magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgával. A legtöbb tanuló egyetért abban, hogy nem csak a tudás, hanem a középiskolában szerzett élmények is életre szólók. A mai nap azért fontos számomra, mert az iskolai éveimet közösen ünnepelhetjük meg, hogy elértünk egy magasabb szintre. A Kosisz Szent István Gimnázium Újfehértó egyetlen középiskolája 1961-ben épült és idén pályázati forrásból korszerűsítették. A városvezetés támogatja az intézményben folyó munkát és a helyben tanuló középiskolásokat. Újfehértőnek egy középiskolája van, a Kosisz Szent István Gimnázium, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezek a gyerekek, akik itt tanulnak, a mai napon egy szalaggal lesznek gazdagabbak, elismerve azt a munkát, amit az elmúlt 3 évben elvégeztek, illetve bizakodva tekintünk a jövő elé, hogy tavasszal egy sikeres érettségi vizsga után kirepülnek a nagybetűs életbe, vagy pedig felsőfokú tanulmányokat folytatva erősítik városunk hírnevét, viszik a jó hírét ennek a gyönyörű városnak. Az újfehértói középiskolások az érettségi vizsgák letétele után tovább tanulnak. Vannak, akik egyetemre szeretnének felvételizni, és akadnak olyanok, akik a szakképzésben tervezik folytatni a tanulmányaikat.